Szeretettel köszöntöm az M5-ös csatorna nézőit. A Püspök kenyér című műsort látják, annak is a 139. adását. Beszélgető társaimmal, akik egyúttal püspök társaim is, ma két témát járunk körbe. Megkezdődött a böjti időszak, mit jelent ez a hétköznapokban és az ünnepeken. A másik pedig az a szörnyű földrengés, ami Törökországban és Szíriában az elmúlt napokban, hetekben oly sok pusztítást okozott. Erről beszélgetünk, hogy mit jelent keresztény emberként erre a helyzetre gondolni, mit jelent segítséget tudunk adni adott esetben. És most négyen vagyunk, mert különleges vendégünk van dr. Udvardi György érsek úr személyében. Először téged köszöntelek. Köszönöm szépen. És itt van velünk, mint majdnem mindig, Kocsis Fülöp érsek úr, a Görögkatolikus Egyház képviseletében is, illetve Stenbach József református püspök a Dunántúról. Magam pedig Fabinyi Tamás evangélikus püspök vagyok, és örülök, hogy ezt a műsort vezethetem most már több mint 10 éve. Érsek úr, Isten hozott, és azért is örülünk ennek a mostani lehetőségnek, mert Veszprém Európa kulturális fővárosa, a múltkori műsorban beszélgettünk is, hogy éppen ebben a körben ott voltunk püspökök, egy rendhagyó püspök kenyeret is tarthattunk volna ott, és hát te voltál bizonyos értelemben a házigazda egyházi szempontból. Kérlek, hogy egy néhány szóval a szolgálatodról, az eddigi életutadról szólnál, és utána talán majd még a veszprémi eseményekről is. Papként az esztergomi egyházmegyében nőttem fel, illetve szolgáltam. Itt voltam aztán segédpüspök 8 éven keresztül, és 2011-től 19-ig pedig pécsi püspökként végeztem a szolgálatomat, és 2019-ben kaptam a kinevezést veszprémi érseki feladatra, azóta pedig ott szolgálok örömmel, és így érintett meg engem is odaérkezésemkor a már Veszprém városának és a régiónak megítélt Európa kulturális fővárosi cím. Ilyen értelemben már mozgóvonatra szálltál föl, mert előző már meg volt a döntés? Meg volt, amikor... a döntés, ez 2018 legvégén született meg a döntés, azt megelőzően nyilvánvalóan sokat készültek a pályázattal, a tematika összeállításával. Én már a döntés után érkeztem oda, és akkor kerestem ebben a folyamatban az egyházmegyének a helyét. Egészen konkrétan azt, hogy Veszprém városában az egyházi épületek, egyházmegyének a központja, a kulturális hagyománya megkívánja azt, hogy mi magunk is támogassuk ezt a nagyon szép kezdeményezést, és szeretnénk is a kultúrának az építéséhez hozzájárulni, mégpedig úgy, hogy hisszük, hogy a hitünk kultúrát teremt. Ez a kultúra, ami körülvesz bennünket, ami őseinktől kaptuk, és a jövőt reméljük, hogy a jövőt építjük nagy-nagy bizalommal. Ezt szeretnénk fölkínálni azok számára is, akik oda turistaként érkeznek, akik zarándokként érkeznek, akik veszprémiek, vagy ahogyan most az utóbbi években láttuk, nagyon sok belföldi turista is meglátogat bennünket. Úgy gondolom, hogy a kulturális javak mellett azokon keresztül hitünkről beszélni, az ember méltóságáról beszélni, vagy ilyen élményeket biztosítani, az gondolom nagyon fontos, és nagy felelősség. Jó tudni, hogy az egyházat is bevonják, és ez természetes kell, hogy legyen, csak nem volt mindig így korábbi történelmi korokban, hogy az egyházat és a kultúrát összeillesztették. Sokszor azt gondolták, hogy ez két külön terület, pedig ilyen is megvan a kapcsolódási pont. Igen, és napjainkban is ez így van, hiszen az életünket mind a térdimenzióban, mind az idődimenzióban együtt éljük, és a múltunk, a jövőnk, az bizony abszolút hatással van a jelenünkre is, és az is nagyon fontos, hogy kikkel élünk egymás mellett. Testvérként, illetve hát egy közösségben. És akkor minden papnak és püspöknek van egy jelmondata, megosztanád velünk a te jelmondatodat egyikre vagy másikra vonatkoztatva? Amikor papként kezdtem a szolgálatot, akkor a Mi Atyánk imádság első sorait vettem, Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, hiszen ez a cél, ezt tudja az ember tenni, a magam szolgálatával is ezt szerettem volna. Aztán később, amikor püspök lettem, akkor
a Filippi himnusznak egy sorát választottam, Jézus Krisztus az Úr. Ez egy gyönyörű himnusznak a záró gondolata. Aki előtt mindent ér, meghajol, mennyéjéké, földéjéké, föld alattiaké. És éppen azért, mert nagyon sok olyan szituációval találkoztam, akár családokban, akár ifjúság körében, ahol egyértelmű volt, hogy nincs más megoldás, csak Jézus Krisztus. Ő viszont megoldás. Köszönjük ezt a vallástételt, hitvallást, és ha már családokat említesz, azért annyit elárulhatunk, hogy egy kedves munkatársunk úgy fogadott téged, hogy itt a Duna TV-ben, vagy itt a M5-ös csatornában és a Duna TV-hez kapcsolódó műsorban, hogy te bírmáltad őt, és ez jó személyes találkozás. Ez örömteli találkozás volt, igen. Bőti időszak van, annyit is megoszthatunk a nézőkkel, hogy ezek a műsorok általában felvételről készülnek, és amikor a felvétel most készül, akkor éppen hamvazó szerda van, a bőti időszak kezdete. Bár Fülöp, ti sokszor el szoktad mondani, hogy... Ma értetek utol bennünket, mert hamarabb kezdtétek a bizánci egyházban hétfőn kezdődött. Oszd meg velünk, kérlek, hogy mit jelent a ti keleti gyakorlatotokban a bőti időszak? Ha jól emlékszem, akkor a püspök kenyérben már egyszer ezt elmagyaráztam, de talán akkor nem. Most csak vannak új hallgatók, igen, azért, mert hogy is áll ez össze. Mi nálunk hétfőn kezdődik a Szent 40 nap, és minden napot beleszámítunk, tehát a vasárnapok is bőti napok, vagy a Szent 40 nap része, mondjuk így, és virágvasárnap előtti péntekig tart ez a 40 nap hétfőtől, ez a hatodik hét pénteke, és így jön össze a 40 nap. A római katolikusoknál és a protestáns egyházaknál is a 40 nap az hamvozó szerdán kezdődik, és nagy péntekig vagy nagy szombatig tart, de a vasárnapok nem számítanak bele. Ez itt a különbség, és hadd tegyek egy pontosítás még, mert valaki rákérdezett, hogy akkor vasárnap is bőjtölünk. Hát nyilván vasárnap nem az a szigorú bőjt van, mint mondjuk hétköznapokon, de sokan úgy tartják a bőjtöt, hogy mondjuk egész 40 nap alatt hústalanul étkeznek, akkor vasárnap sem étkeznek, tehát így lehet tartani a bőjtöt, de vasárnap mindig van valami enyhület, vagy olyan is van, hogy hétköznap mond le valaki a csokoládéról éppen, de az imádságok rendje az nagyon különleges most ebben az időszakban, és ez vasárnapra is vonatkozik. Bőjtölnek-e a protestánsok? Mit jelent a bőjt? Tudni, hogy református püspöknek. Igen, bőjtölnek a protestánsok, ezt együtt valljuk és együtt is jelenthetjük ki, hiszen a bőjt gyakorlatának nagyon komoly bibliai alapjai vannak, és mi is a Biblián tájékozódunk első renden, és onnan kiindulva ez a gyakorlat nálunk is létezik. Tehát ahogy itt Érsek atya elmagyarázta, hogy a 40 napot mi is komolyan vesszük, és nem csak lelki értelemben, hogy ezt némely protestánsok magyarázzák, hanem igenis testi és lelki értelemben egyaránt gyakoroljuk a bőjtöt, és így készülünk az örömteli húsvét ünnepére. Kálvin János is maga egy nagyon aszkét ember volt, igaz? Aszkét ember volt, aki rendszeresen bőjtölt, így van. És Luther is, aki ugye szerzetesként kezdte, de miután már nem szerzetesként dolgozott, hanem lelkészként és egyetemi tanárként és reformátor lett belőle, a bőjtöt azért gyakorolta, csak éppen nem a külső kötelező jelleggel, hanem az önkéntesség alapján, és nagyon vallotta, most előkereshetném, de talán csak tartalmilag idézem, hogy ha valaki degeszre akar enni magát hallani, az ugyanolyan bűn, mint hogyha húst teszik, és könnyen külső kényszerré válik, és képmutatássá válik a bőjt, és azt hiszem, hogy ebben mindannyian egyetértünk. Pontosan, ha a bőjtöt, pontosan, mert ezt a 40 napot csak a bőjtölésre, bár ezzel jelezzük, csak erre szűkítjük, akkor egy részére irányítjuk csak a figyelmet. Mert éppen a húsvét megünneplésére készít fel bennünket ez az időszak, benne a bőjt, benne az imádság, benne az alamizsnálkodás és minden más olyan tevékenység, bűneink elismerése, a bűnbánattartás és a bűnbocsánat szentségének a vétele az, ami elvezet bennünket a húsvéthoz. És hogyha az húsvét megünneplése meggyengül, akkor jöhetnek elő ezek a kérdések, hogy mi értelme a bőtnek, külsőleg tartom meg, megtartom a formáit, de valójában eltűnik a célja. Ezért nagyon jó, hogy
most hamvozó szerdán úgy tudunk indulni a Nagybőjtben, hogy már a húsvétra irányítjuk a figyelmünket, és ezért onnan visszafelé szemlélve van értelme mindannak, amit teszünk imádságban, Böjtben, és emberszeretet gyakorlásban. Egy gyakorlati kérdést szeretnék föltenni, mert valaki megkérdezte tőlem, és nem tudtam rá válaszolni. Ilyenkor van hambaszkodás, és ugye a virág vasárnapi barkák elégetett hambával van a hambaszkodás, és hogy azt homlokon kell tartani, hogy meddig kell a homlokon tartani, hogy leszabad-e söpörni, vagy hogy van ez a... Lehet, mert ti ezt nem gyakoroljátok ezek szerint. Mi nem, nálunk nem, ez római és akkor ezért nem tudtam válaszolni. Valóban így van, egy nagyon szép szimbólum jelenik meg ebben, vagyis az előző év virágvasárnapjának a bevonulásához használt barkát teszik félre. Nyilván ez egy év alatt megszárad. Igen. Ezt, van ennek, mikor égetik el? És ezt húsvét, a hamvadó szerdát megelőzően akkor elégették, nyilván egyfajta tisztítást is végeznek rajta, és így válik alkalmassá. Nagyon szép a szimbólum, mert ami egyfajta dicsőségnek a jeleként jelenik meg, ám de múlandó, mert emberi dicsőség, ugye virágvasárnap, amikor éjenzik Jézust, az lesz a figyelmeztető jel, ami az emberi életnek a végességére irányítja, törékenységére, bűnbánatra irányítja a figyelmet. Emlékezz, ember, hordul vétettél, porrá kell lenned. És ugye nagyon érdekes, hogy a kereszteléskor a keresztelendő kolójával is megkenjük a keresztelendőnek a homlokát, majd a krizmával is, ami a dicsőséget jelképezi. Ugyanígy a bérmáláskor, konfirmáláskor ugyanezt tesszük, és ugyanezt tesszük, tehát kereszt jelével, de a hamu rá érintve tesszük ezt a jelet, mégpedig azért, hogy a méltóságra emlékezzünk, amire meghívást kaptunk a teremtésben, a megváltásban, és a bűnbánattartás is ezt. És meddig marad ez a homlokon? Estig vagy hogy? Én azt gondolom, hogy igen, én ezt kértem ma például egy iskola diákjaival találkoztam, egy nagy iskola, 800 diákkal, többen is segítettek a hamvazásban, hogy őrizzétek. Még hozhattad volna magaddal, akár te magad is a homlokodon ebben a műsorban. Igen, akár még ez lehetett volna, mert elsőként én kértem az ott lévő lelki pásztort, hogy hamvazzon meg, mert hogy a püspöknek kell ebben is élen járni. Egyébként az ökumenikus is ma már, néhány éve Pannonhalmán voltam a Bencés testvérek meghívására, Hortobágyi Szíri főapáttal egymás homlokára rajzoltuk a keresztet, és nekem megrendítő érzés volt, és egyáltalán nem a hitemben rendültem meg, ellenkezőleg megerősödtem a hitemben, és érzelmileg rendültem meg, hogy ezt így közösen tudjuk átélni. Ez nem egy elválasztó tan, ez egy olyan szép gyakorlat, amiben tanulhatunk egymástól. De és az is, bocsánat, hogy nagyon megragadott az, amit mondtál, hogy a böjti időszaknak az értelme az húsvétra tekintve lesz teljessé, hiszen hát Jézus Krisztus mondta, hogy hát böjtölhetnek a lakodalmasok, ha velük van a vőlegény. Tehát mi arra készülünk, hogy egy olyan urunk van, aki a bőség, a teljesség istene, és a böjtben a vele való teljes találkozásra készülünk. Tehát a húsvét fényében lesz igazán értelme annak, hogy most a lemondásnak az ideje van, sőt a földi világban Jézus Krisztus visszajöveteléig, nem csak a böjti időszakban, hanem nagyon sok tekintetben az Isten dicsőségére, a másik emberért a lemondásnak az időszaka van, de igazából az Isten végső akarata, a végső szándéka, az öröm, a bőség, az asztalközösség, nem véletlenül, hogy a mi Urunk az ő országát, annak kiteljesedését a nagy vacsora példázatával szemlélteti. Tehát nem öncélú a böjt, és ez már az ószövetségi prófétáknál, például Izaiásnál vagy Ézsaiásnál szerepel, csak egy mondatot olvasok ettől a prófétától, az az Istennek tetsző böjt, ha leoldod a bűnösen fölrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármot, oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd házadba a hajléktalant, ha mezítelent látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elől. Tehát ez a böjt, amit mondtál te is, püspök úr, a másikért vállalt böjtölés az,
ami az Istennek tetszik. És ezek kőkemény konkrétumok, amit Ézsaiás proféta felsorolt, és igazából ebben a 40 napos bőti időszakban én magam is nézem, hogy ki ma, ki holnap az én emberem, akit már régóta nem látogatta meg, akit fel kellene hívni, tegyem meg, kiért, mit tehetek, ma különösképpen kit bízott rám az Isten. Tehát ilyen konkrétumokban lehet bőtölni. Kőkemény konkrétumot említettél, és a második téma, amit most szeretnék nehéz szívvel, de szeretnék fölvezetni, ugyanígy kőkemény konkrétumokat jelent, hiszen néhány hete zajlott az a szíriai, törökországi földrengés, ami az elmúlt évek talán legnagyobb ilyen katasztrófája volt, és látjuk döbbenten a híreket, olvassuk a beszámolókat, jönnek a segélyszervezetek képviselői is haza, hogy próbáltak, és sikerült is nekik életeket menteni, ugyanakkor hát tudjuk, hogy több mint 40 ezer halott van, és ennél még valószínűleg több is lesz, hogyha mindenkit megtalálnak majd a romok alatt. Mit tudunk ilyenkor tenni a döbbeneten túl és az imádság mellett, mert az természetes, hogy ilyenkor az első szavunk az imádság szava, Uram irgalmaz, Krisztus kegyelmez, Uram irgalmaz kell, hogy legyen. Magam számára is a döbbenet volt az első, az imádság, aztán a gyűjtésnek a támogatása, hiszen a szakértő csapatok és az önkéntesek elindultak, akikre akkor éppen ott szükség volt, ez is megrendítő volt, hogy milyen gyorsan és azonnal indultak el. És természetesen az aggodalom, hogy mivé formálódik ez a tragédia. Ugyanakkor előjönnek azok a kérdések, hogy az emberi létünk mennyire törékeny. Mennyire megszokjuk azt, hogy élünk, hogy cselekszünk, hogy terveink vannak, céljainkat el tudjuk érni, és ez azért nem a mi kezünkben van teljes egészében. Nyilvánvalóan ez nem aggodalomra kell, hogy okot adjon, vagy töltsön el, de arra való figyelmeztetéssel bír, hogy hogyan éljük az életünket. Számomra nyilván a szíriai esemény közelebb áll, hiszen jártam, és Aleppóban nem voltam, a tanázatja volt akkor, de jól ismertem a ma már nyugdíjas püspököt, a Sambar érseket, akit a romok alól húztak ki, és a kórházba írtam neki együttérző levelet. És túlélte ezek szerint? Ő túlélte, két papja halt meg sajnos. És szóval az, hogy ahogyan ők megélik, én ugye a szíriaiakról, szíriai keresztényekről tudok beszélni, az a döbbenetes, annyira hihetetlenül sokat szenvedett nép, és a hitükben rendíthetetlenek. De mindnyáján talán láthattuk azt a képet, amit úgy újjongva küldtek el, hogy tehát összeomlott az egyik templom, de a Mária szobor megmaradt. Igen. És hát milyen nagy csoda, hogy a Mária szobor megmaradt. Az összes templom lerombolódott, de milyen nagy dolog, hogy egy reménység, vagy egy ilyen biztatásképpen, vigasztalásképpen megmaradt, hogy annak az egy megmaradt Mária szobornak örülnek, és nem azon a szörnyű pusztításon keseregnek, ami persze körülveszi őket, amelyel szembesülni kell. Belekapaszkodik mindenki minden reménybe, és milyen, nagyon sokat elárul, hogy az embernek nagyon-nagyon kellenek a kapaszkodók, és nagy hit kell ahhoz, hogy aztán ön is ismerjük. De Szíriát említetted, és tényleg így, ha arcot kap egy testvérem, püspök testvérem, vagy érsek testvérem keresztül, az pláne megrendítő. Én Törökország kapcsán gondolkoztam el, ugye, hogy Antakia az a város, ami a földrengés epicentruma volt, és szinte romokkal lett egyenlővé, és ez a bibliai Antiochia város. A Cselekedetek könyvében, ugye a 11. fejezetben, meg máshol is azt olvassuk, hogy Pál apostol itt egy egész évet eltöltött, és azt a nagyon fontos megjegyzést írja Lukács, a Cselekedetek könyve szerzője, hogy itt nevezték Krisztus követőit először Krisztiánosznak, vagyis kereszténynek. Uh-huh. Tehát ha úgy tetszik, a pogány világ felé nyitott kereszténységnek a bölcsője ez a város, ahol egyébként utána néztem, egy kicsi keresztény közösség, egy pár száz, pár ezer lelkes keresztény közösség van, és nekik is összeomlott a templomuk. Ma már többségében iszlám a lakosság, de van egy élni akaró keresztény közösség, és értük különösen is imádkozni kell, de persze ugyanígy minden vallású áldozatért, családtagért. Hát talán ez segít irányítgatni a gondolatunkat, hogy ne
Isten ostorát vagy büntetését lássuk, mert hát úgy mondták, hogy miért nem muszlimokat büntette a Jóisten, hát nyilván őket büntetni, akkor teljesen buta gondolat, mert az Isten nem, ráadásul nem tesz ilyen különbségeket, hogy keresztény, és tehát a muszlimot ugyanannyira szereti, mint a keresztényt, ez mondjuk ki. Nekünk nagyobb a felelősségünk, hogy azt szerint éljünk, ahogy ő tanít bennünket, és ez nem úgy büntetés, hogy megérdemeljük, persze mindent megérdemlünk, hanem figyelmeztetés, hogy hogyan éljünk. És nekünk nagyobb figyelmeztetés, mert mi nagyon jó körülmények között élünk, nagy kényelemben, és hogyha most drágább a gáz, hát borzasztónak érezzük, de össze nem hasonlítható az az életkörülmény, ami őket most érte, és együtt éreznünk kell velük. És nem az első figyelmeztetés, ugye járvány, háború, földrengés, és ez a három, és sok más is Jézus szavaiban összetalálkozik. Hadd utaljak Lukács evangéliumának a 21. részére, ahol Jézus ezt mondja, nemzet nemzet ellen, és ország ország ellen támad, mindenfelé nagy földrengések, járványok és éhínségek lesznek, rettenetes dolgok történnek. Pandémia után, egy évvel az Oroszország agressziója után, Ukrajna megszállása után, a háborús helyzetben, és itt a földrengések és éhínségek közepette éljük át sorra ezeket a figyelmeztető jeleket. Ilyen szempontból a végső időt éljük, hiszen ez a felsorolás, amire hivatkozol, ez éppen végső időnek a jeleiként jelenik meg. Ugye ez pedig azt jelenti, hogy ha természetesnek gondolom a mindennapi életem alakulását is, és miért ne gondolnám annak, akkor is a végső időben élek. Akkor is az Istennek a kegyelmi pillanatában élek, és ilyen események is ezt a pillanat megbecsülését kívánják. Igen, ezek az utolsó idők jelei bár nem arra hatalmaznak fel bennünket, hogy számolgassuk ilyen tekintetben az időt, hiszen ami Urunk mondta, hogy a napot és az órát senki nem sem tudja, még ő maga sem, csak az Atya, de komolyan kell vennünk ezeket a jeleket, és alázatra kell, hogy indítson bennünket. Valóban el vagyunk kényelmesedve. Számomra megrendítő, hogy ezek az emberek, akik amúgy is annyit szenvedtek, hogy milyen mennyei erővel, alázattal fogadják a helyzetüket, és hát nyilván a beleérzésen és az értük való könyörgésen túl, ugye amennyire rajtunk állt, próbáltunk konkrét segítséget adni, és adjuk folyamatosan, meg a szeretett szolgálataink is ott voltak a helyszínen, és életeket mentettek, de itt valóban csak azt tudjuk mondani, hogy Urunk, a te kezedbe tesszük le a lelkünket. Arra figyelmeztetsz bennünket, hogy mindennapunk kegyelem, és hogy tanuljunk meg nagyobb alázattal, nagyobb hittel élni, a te kegyelmedet újból és újból elkérni, és a te dicsőségedre és a másik ember javára lenni ezen a világon. Nincs más út, nincs más megoldás. Én nagyon nagy megrendüléssel és imádsággal nézem az ottani eseményeket. Az Úr figyelmeztet, hív bennünket magához ezekkel a jelekkel, kivétel nélkül mindenkit, de ugyanakkor legyünk reménységgel, mert a reménység az nagyon fontos, hiszen az örök élettel kapcsolatos minden reménység, ezt Bonhoeffer mondta, az ezért a világért szólal meg, és benne a jelek is, hogy már ez a földi élet szebb legyen, és mi annyi helyen elrontjuk. Ezek a figyelmeztető jelek arra hívnak bennünket, hogy megtérés, új élet, szebb élet, nagyobb szeretet, kevesebb önzés, nagyobb odafigyelés egymásra. Ahogy Pál apostol is mondja, amíg időnk van, tegyünk jót, nem tudjuk, hogy meddig kapjuk az időt, Isten türelmének az idejét. Ezek a jelek valóban erre utalnak, hogy jól használjuk ki az időt, és aki bajban van, azon segítsünk, akár még távolból is, hiszen pénzgyűjtéssel, a szeretett szolgálatok támogatásával, és nagyon sok leleményes módon részt vállalhatunk a segítésben. És erre biztatunk minden nézőt is.
Köszönjük a nézők nevében is, köszönöm, hogy megosztottátok a gondolatokat a Böjtről és a földrengéssel kapcsolatban. Ha írni akarnak a kedves nézők, akkor ezt megtehetik a püspökkenyér@mtva.hu címre. Várjuk a leveleiket, akár témajavaslataikat is, és egy kicsit rendhagyó módon most, mielőtt azt mondanám, hogy viszontlátásra, egy rövid imádságot szeretnék megosztani a nézők is, és veletek is, kedves püspök testvérek, hiszen ebben a szívszorító helyzetben azt hiszem, hogy a legfőbb eszközünk nekünk az imádság. Így imádkozzunk. Urunk, rémülten értesülünk róla, hogy az emberek ezrei haltak meg, veszítették el szeretteiket, reményüket, Uram, irgalmazz. Kérjük, vigasztald a gyászolókat, oltalmazd az otthon nélkül maradottakat, segítsd a mentőalakulatok, orvosok és ápolók munkáját, Krisztus kegyelmezz. Add, hogy felismerjük, hogy ezzel a sok próbatétellel létünk végességére akarsz ráébreszteni, hogy megtérve nálad keressünk menedéket, Uram, irgalmazz. Amen. Amen. Köszönjük a nézők figyelmét, imádkozzanak és segítsenek, ahogy tudnak. 4 hét múlva a reménység szerint újra találkozunk, viszontlátásra.